95-8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az van, hogy elég sok mindent csinálsz. Hát úgy szertágazó a tevékenység, mondjuk így, de azért a fővonal az mégis a színészet? Vagy nem a színészet, hanem a ceremónia mesterség? Vagy okay, nem tudom. Szépen. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát ez egy nagyon jó kérdés, rögtön a közepébe bele. A ceremónia mesterség az fiatal vagyok, kell a pénz címmel. Természetesen nem, nagyon felelősségteljesen már több mint 7 éve megy napi szinten, és rengeteg, több mint, most számoltam össze, hogy több mint 350 első beszélgetésen vagyok túl fiatal párokkal. Nekem az állam a színház. A színház, ami alapvetően társulati tagság, vagy igazából forgatás az elmúlt 20 évben már. De ezzel együtt ceremóniamester is, vagy meg egy csomó minden más iskolát is végeztél, meg egy csomó helyen dolgoztál, csomó mindennel cikkeztek veled kapcsolatban, majd a későbbiekben arra is kitérünk, vállaltad, elmondtad, igen, egy csomó helyen, és hát hogyha az ember beírja a nevedet az akármilyen keresőbe, akkor az első 5 oldal csak azzal foglalkozik, hogy akkor te mit vallottál be, hogy mit csináltál. Igen, mindegy, egyelőre maradjunk a színháznál, meg a ceremóniamesterségnél. Azt mondtad, hogy a legnagyobb vágy és álom az a színház, társulati tagnak lenni, meg a színpadon állni, de ezzel együtt 350 első beszélgetésen, igen, azt mondta. Mi az, hogy első beszélgetés? Az első beszélgetésen az, hogy egy nagyon jó kérdés, hogy hogyan kerül egy ceremóniamester el egy esküvői pár beszélgetési. És alapvetően ez képzeld el, hogy amennyire régen arról szólt az egész, hogy megcsináltál egy jó esküvőt, az jól sikerült, annak szabályai voltak, és utána azt mondják, hogy ő egy jó ceremóniamester, annyira ma már egyáltalán nem így van. Hát az régen nem ceremóniamesterek voltak, hanem vőfélyek, az igen, más, igen. Mert akkor úgy kezdődött, hogy délelőtt 11-kor már ott voltak az ökrös szekérrel a lányos háznál, és akkor kikérés, meg búcsúztatás, aztán utána gyerünk tovább, közben ipari mennyiségű pálinka fogy, és akkor majd utána jönnek a megfelelő szertartások, és 2 nappal később lesz vége az esküvőnek. A ceremóniamester az lényegében egy műsorvezető egy esküvőn. Hát annál azért jóval több, egy nagyon fontos rész. Szerintem egy 10-15% a duma igazából a ceremóniamesterségnek. Abban változott az egész, hogy amíg a vőfély az én tudásom szerint, tehát nagyon kevés a rálátásom a vőfélyekre, arról szól, hogy igazából odajön, elmondják neki, hogy mi az, ami a forgatókönyv, hogy mi a forgatókönyv is lebonyolítja. Míg a ceremóniamester az, alapvetően én például 3-szor találkozom egy párral, átveszem tőlük teljes mértékben a szervezésnek azt a részét, hogy segítek a forgatókönyvírásban, abban, hogy milyen helyek a jók, milyen zenekarok a jók, és onnantól kezdve itt teljesen a kezembe próbálom tartani, tehát neked semmilyen dolgod nincs aznap. Ez nem annyira vőfélyes. Hiszen nem is vagyok ott. Igen. De ezzel együtt akkor nem csak ceremóniamester vagy, hanem esküvő szervező is, mert a ceremóniamester az én felfogásomban persze találkozik a házasulandó párral. Megbeszélik, hogy akkor ilyen meg olyan meg amolyan forgatókönyvek vannak, vagy forgatókönyvben. Az esküvő szervező meg mi már mindent megállapítottunk, a te feladatod pedig az, hogy akkor majd odajössz, és akkor szépen terelgeted a násznépet, mondasz nekik kedves dolgokat, vagy kedvetlen dolgokat, egy kicsit ugratod őket, már mint az ifjú párt, meglevezinled a játékokat, hozod a kaját, stb. Mindezt népi rigmusok nélkül, mint ahogy egy vőfély csinálja, vagy esetleg akár összefűzve a kettőt. Ki, honnan tudsz erről ennyit? Hát figyelj. Egy ötös, kérem szépen. Konkrétan egy diszertációt kifejtettél. Figyelj, igazából én azt gondolom, hogy nem ezért választanak egy ceremóniamestert, vagy egy vőfélyt. Ez volt régen a műsor. Ma már azért választanak, hogy szeretnék nem foglalkozni azzal, hogy a leves mikor jön, hogy a torta itt van-e, hogy igazából a székek olyanok-e, hanem igazából szeretnének egymással foglalkozni, és van-e valaki, aki teljes mértékben megbízható olyan értelemben, hogy átveszi ezt. Ezzel együtt persze úgy is foglalkoznak vele, tehát hogy jó, nyilván azt mondják, hogy akkor megvan a forgatókönyv, a ceremóniamester mindent meg fog csinálni, de időről időre tök mindegy, akármilyen esküvőről beszélünk, vagy az ifjú férj, vagy az ifjú feleség, vagy nem tudom, bárki a rokonságból, az örömanya, az örömapa úgyis oda fog megkérdezni, hogy na akkor jön a leves, kész van a hús, vagy mi lesz? De jó, hogy ezt mondod, képzeld, de pont most tegnap beszélgetünk erről, hogy ezek nagyon-nagyon fontos trükkök, amiket meg kell tanulni az évek alatt. Az első például, hogy minden esküvőn vannak menő srácok. Ha te menőn megszólalsz az első alkalom, akkor te vagy az ellenség. Na most abból rengeteg feszültség származik, ha ők elkezdenek ennek hangot adni, úgyhogy az első feladat, odaérsz, és odamész, kiszúrod a legmenőbbeket, odamész, szevasztok srácok, mi a helyzet, hogy vagytok, bevonod őket valamibe, az első megszólalásba ők is részt vesznek, és ők a haverjaid. Ugyanígy azok most én úgy szoktam mondani, hogy azok az anyukák, persze ők akarnak a központba,
annak a megoldása, képzeld el azt, hogy valamilyen felelősségterületet azonnal rájuk bízol, és számon kéred őket, hogy mi a helyzet. Minden rendben van, akkor megy az a dolog. És akkor így lehet kikerülni azt, hogy ne jöjjön oda az örömanya, hogy tönkretegyen mindent. Hogy keveredtél egyébként ebbe vele? Mármint a ceremónia mesterségbe. Éppen hiányzott, nem tudom, két héten keresztül a színház, és akkor egy ilyen kisebb színházi, nem tudom, helyszínt választottál, kvázi színpadot. Én úgy hívom ezt, hogy a Jóisten gondoskodása volt ez egy bizonyos időszakban, amikor egy barátoméknak megcsináltam, egyébként Nyitrai Péteréknek, hello, sziasztok, és hát ő azt mondta, hogy ez nem az a szint, amire én gondoltam, ez jóval jobban megy, és figyelj, mit szólsz hozzá, hogyha vegyük ezt komolyan, érted? Csinálok neked egy weboldalt, és megtámogatott egy olyan dologgal, én azt hittem, egy kicsit visszafelé akar engem irányítani, mondtam is neki, tesó, mondom, tudod, a pincérből lesz a színész, nem a színészből, de aztán ma már ez teljesen más a fejemben, tehát alapvetően azt gondolom, hogy nem így van, hogy színészet vagy ceremóniamesterség, vagy a ceremóniamesterség az lejjebb, vagy följebb, az más, az teljesen más. De ezzel együtt, hogyha jobban belegondolok ebbe az egészbe, ugyanakkor ugyanúgy előadom művészet. Tehát, hogyha fölvesz a színpadra, és éppen eljátszol egy szerepet, akkor ott eljátszol egy szerepet. Az tényleg a szakmának a csúcsa. Amikor éppen egy esküvőn ceremóniamester vagy, ott is egy szerepet csinálsz. Nem önmagad vagy, de ezzel együtt nyilván. Tehát, hogy ott azért elő kell adni azt, hogy te ki vagy, és hogy mit szeretnél. Ez egy nagyon jó téma. Képzeld el, hogy azért számolgattam ilyen 400-500 különböző rendezvények, esküvőkön vagyok túl, és rengeteg egyszer van az, hogy egy olyan cég, akinek mind a vezetősége, mind az ott ülők mindennel képbe vannak, és meghívnak téged, hogy te legyél a házigazda, és kelts egy olyan érzés, hogy te is ugyanúgy képbe vagy mindenek kapcsolatban. Nem tudom, lehet-e neveket említeni, hogy a Mankamiontól a Juhász Fesztiválokig a alapvetően tényleg most az SMR autó alkatrész gyártól. Aztán innen vannak az MLM cégek. Tudod, az MLM cégek is úgy csinálják ma már, hogy egy nagyobb rendezvényre meghívnak egy színész, és nem tudom, hány ilyen cégnek voltam, és tudod, az üzlet, a fontos, a termék. Úgyhogy van ennek egy magányos részlete, ezzel talán nagyon-nagyon jól tisztában vagy, hogy fölkapod az öltönyt, berakod a kocsiba, és akkor utána az van, hogy senkit nem ismersz igazából, de úgy kell tenni, mint a te lennél otthon. Voltak őrült dolgok, és hát 155 alkalom, és képzeld el, hogy most nyáron volt a legőrültebb. Már a beszélgetések alatt furi volt nekem a lány. A lány az csak azt mondta, és csak azt csinálta, ami neki jól esett, tudod? Hiába beszéltünk bármit, ő az érzéseire hagyatkozott. Ez azt jelentette, hogy 15 perc múlva kezdődik a polgári szertartás. Képzeld el, hogy azért ruhába, fehér ruhába, kint az esőbe áll az épület előtt, és így gondolkodik, de szakad rá az eső. Azt mondja, gyere, menjünk, együnk egy levest. Mondom, hogy érted, hát mindjárt kezdődik. Azt mondja, itt ülök, jó, megvárnak. Elmentünk, berontott egy terembe azt, hogy kérek egy csontlevest. Van nálad pénz, vagy nem hoztam? Kivizettem a levest, mentem, próbáltam oltani a tüzet, majd beért valami 20 perc késéssel, szerencsére nem volt utánk semmi. Majd, hát ettől én sokkot kaptam, de mindegy, ez még lement. Azt mondja, figyelj, mivel az eső miatt a fotókat nem tudtuk megcsinálni, ezért 6 óra elé, a vacsora elé berakjuk a fotókat 6-tól 7-ig. Mondom, tökéletes, ugyanígy gondoltam én is. Eleve ő mondta meg, hogy mikor lesz a fotó. Mondom, jó, oké. Erre 6-ra odajön, azt mondja, ugye én elfáradtam, lefekszek egy kicsit. Erre utána pedig jött a nyitótánc, ahol már ilyen kisfiú, meg kislányokként beszéltem el, na figyelj. Emlékszem, hogy megbeszéltük, tudod, itt ül 200 ember, hogy akkor ti azt a táncot most, azt mondja, persze, persze, de mondom, akkor figyelj, akkor én most kimegyek, a mikrofonba belekonferálom, hogy ti jöttök a nyitót, benne vagy, azt mondja, persze, persze, kiáll a 200 ember elé, és akkor elkezdem mondani, azt mondja, várja, nekünk át kell öltözni. Itt az ideje, bemutassalak, hiszen ezt eddig nem tettem meg, ha bár itt ülünk egy ideje a stúdióban, úgyhogy velem szemben a stúdióban, hölgyeim és uraim, a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en, Tóth Olivér, színész, ceremóniamester, és csomó mindent mondhatnék, még köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Szia, szia. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Olivérrel. Sláger FM 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tóth Olivér, színész, ceremóniamester, és csomó mindent mondhatnék még, mert szépen lassan megbeszélünk. Mindent veled kapcsolatban, az imént a ceremóniamesterségről beszéltünk, azt mutatom, hogy mint 350 első beszélgetésen vagytól, házasulandó párokkal. Na, és akkor azt mutat, hogy igazából neked a nagy vágy és a nagy álom az a színház, és nyilván a színpad. Az hogy jött az életedbe?
Képzeld el, hogy 18 évesen az irodalomtanár, tipikusan tudod, megy a szavaló verseny, neked el kéne menni jelentkezni Budapestre a színművészetire. És én profi focista voltam, NB3-ba játszottam nagyon sokat, 19 éves koromig. Nagyon szeretem, ne is beszéljünk erről, jó rám. De, most akkor menjünk rá a focira. Tehát hogy jött a foci az életedben? Önértékelési zavaros voltam, és nagyon kerestem valami dicsőségpillanát, viccelek. Leköltöztünk Turkevére 10 éves koromban, és ott az volt a menő. Tudod, ez gyerekeknél lehetne ezt mondani, hogy a szülők megfogalmazták, hogy neked mihez kellene, vagy hogyan tovább, merre, de egyáltalán nem, hanem az volt a menő Turkevén. És ügyes voltam, az ifiből bekerültem a felnőttbe, és ment hosszú. Hát fiatalon 14-15 évesen komoly pénzeket kerestem, nagyon menő voltam a futball. Szóval jött a foci, ott voltál, Turkevén csináltad, NB3-as focista voltál, aztán egyszer csak nem sok olyan focistát ismerünk egyébként, hogyha végignézzünk akár az NB3, vagy 2, vagy 1-en, akiből egyébként utána nem tudom, színész lett, vagy ceremóniamester lett, mert hogyha valaki egyszer belekeveredik a fociba, és jó benne, akkor ott marad, és akkor keresi a különböző nagyobb csapatokat, akár Magyarországon, akár külföldön, és akkor te mégis elmentél a szavaló versenyekre, meg színház és filmművészeti egyetem, vagy főiskola, és akkor jelentkeztél? Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Így van, vagyis hát kijelentés. Figyelj, az az igazság, hogy sok-sok olyan ember van, aki a focit az élete központjába helyezte, és aztán jött valami sérülés. És a sérülés az nagyon el tudja gondolkodtatni az embert, hogy vajon így akkor meddig lesz nekem is. Keresztszalag, porcok, mindenféle sérülés volt, mint ahogy átlagosan mindenkinek. Szerintem onnan lehet tudni, hogy valaki profi focista lesz, hogy ezek a sérülések elmaradnak valamilyen megmagyarázhatatlanoknál fogva, vagy visszagyógyulnak, úgyhogy lehessen tovább csinálni. És én alapvetően tudod, Turkevel videók, jó napot kívánok, szervusztok, minden nálunk íbetűvel beszélnek az emberek, a kedvenc gondolatom ide, hogy már ott éltem, vagy 4-5 éve, amikor egy kisgyerek odajött hozzám, és azt mondja nekem, hogy mit félsz ez végig így? Parancsolt még egyszer. Miért félsz, hisz végig ég? Ezt mondta. Ezt nálunk mond még egyszer, hogy volt az eredeti mondat. Ne aggódjál, a lámpa végig világítani fog. Aha. Ezt nálunk úgy mondja, mit félsz, hisz végig íg? Így betűvel megy minden. Miss Maziba Olivier. Miss Maziba Olivier. Ez így van, nem? Ez nálunk így. Miss Maziba Olivier. Úgyhogy, és képzeld el, hogy innen tudod... Egy őszín, legy szíves, egy őszín. Így állom, nem iszok semmi, egy őszín, legy szíves. Őszín lesz. Szóval képzeld el, hogy igazából tudod, nem véletlenül a barátaimnak a nagy része azt a gondolatot, hogy egy vidéki kisvárosból elinduljak, azt nagyon rémisztőnek gondolja. Majd higgyek abba, hogy én nekem ott lesz valamilyen lehetőségem. Mai napig a nagy része a barátaimnak ezt nem merte meglépni. Otthon lehet, hogy sikeresek dolgokba. És képzeld el, hogy én még az egyik héten valamilyen tétmeccsen futballozok, a következő pillanatban megállok a színművészetinek a meghallgatásán, ahol egyébként nem mondom a nevet, de egy nagyon jó ismert színésznő abban az évben jött felvételzés, és mondja, én nem az Józsikával akarok a zongoristával, nekem jött velem a másik, és tudod, én meg ott ültem, hogy miért csinálok én? Úgyhogy fölálltam, azt hazamentem. Az első alkalommal nem is mentem be. Nem, ja. Nagyon megijedtem. Nagyon. De felkészültél, meg volt minden, a versek, a monológus, meg az énekek, minden. Felkészültem, hát tudod, ez a felkészültem, hát amit tudtam, meg még hozzátanultam dolgokat, de igazából felkészült nem voltam. Nem voltam úgy, hogy kidolgozottan az anyagok. És de utána elmentem a Gurnony Máriába, meg akkor teátrumnak hívták, és oda viszont fölvettek rögtön, úgyhogy ott volt egy év, és képzeld el, hogy én úgy szoktam hazudni, hogy még az egyik pillanatban Turkevén az iskolába járok, majd utána a psotával egy zárt jelenetbe 2 hét múlva, de egyébként ez nem így van, tehát egy évre rá, mert tényleg Madár Színház, Sota Iréntől kezdve rengeteg tökéletesség. Jártál egy évet a Gornagy Mária színi tanodába, és mondtad, hogy oda mentél a fölvételére, aztán utána el is jöttél, még mielőbb bementél. A színműre, a színműre. Persze, erre gondoltam, igen. Utána nem is próbálkoztál többet a színművészetivel? Még 2-ször. Harmadik rostáztam egyszer. Ott azért nagyon fájdalmas kiesni. Az 1000-ből a 35-25-ben még benne vagy, és abban az évben képzeld el, kijött egy nagyon jó nevű tanár, és azt mondta, hogy íme a nyertesek. És képzeld el, hogy az az élmény, hogy abban nem voltál benne, az nagyon kemény, hogy 25-ből, 35-ből, a 15-ben nem vagy, az egy időre úgy rendbe rak.
Viszont utána jött neked egyből majd a Madách Színház. Igen, igen. Az egy év után, amit a Gornagy Máriánál eltöltöttél. Hát itt ezen a másodrostán, tehát a következő évben volt egy második rostám a színműn, és ott a Kerényi Imre tanár úr elhívta azokat, akik kiestek a második rostán, hogy meghallgass őket a színházhoz, és ott viszont volt egy meghatározó élmény, hogy 50 emberből 50 fiú, 50 lány, kb. Valami ilyesmi lehetett, és egy fiút, egy lányt vettek be, és az én voltam a lány. Tehát amit nem kaptál meg, ott a papírok, a földdobott papírok alapján, azt utána megkaptad a Kerényitől. Úgyhogy akkor az 50-ből te voltál az egyetlen. És ott azért az kicsit helyre tette akkor az önbizalmadat. Áú, ez de jó kérdés. Igazából Madách Színház, 19 éves vagy, Magyarország legnagyobb színészei, és ott hirtelen elindult egy olyan dolog, hogy az élet egyetlen kritériuma az a tehetség. Te mennyire vagy lenyűgöző személyiség. És ez annyira beitta ott magát az életünkbe, hogy én még a mai napok próbálom ezt kiverni magamból, hogy igazából az ember a legnagyobb tulajdonsága valakinek, nem az, hogy tehetséges-e vagy nem, de tudod, Igazából óriási lehetőség volt a számunkra, óriási lehetőség. Hát megragadtad, és utána mentél tovább szépen ezen az úton, hogy meddig jutottál, vagy hogy most hol, vagy mindjárt ezzel folytatjuk. Velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tóth Olivér, színész, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tóth Olivér, színész, egyébként emellett még ceremóniamester is, tehát hogy a szombaton éppenséggel nincs előadás, akkor elmész valahová, és akkor ott segítesz a házasulandó párnak, az ifjú asszonynak, vagy mennyasszonynak, meg a vőlegénynek, és persze, akkor mindenkinek segítünk. Azért mint ott jártunk, hogy profi focista voltál Turkeve magasságában, NB3, aztán egyszer csak abból azt mutat, hogy köszönöm, ugrok, mentél a Színház és Filmművészeti Egyetemre felvételizni, de annyira ereje teljedben voltál, hogy még mielőtt behívtak volna az első... Meg voltam lepődve, hogy nem kaptam azon a felvételt. Akkor fogtad magad, és eljöttél meg előtt. Aztán volt egy kis Gornagy Mária színi tanulóda, aztán megpróbáltad kétszer ugye a Színház és Filmművészeti Egyetemet. Így van. És aztán utána kikötöttél a Madácsban. Ott 99-től 2002-ig voltál, és akkor volt egy ilyen kisebb varga betű az életedben, hogy te elkezdtél egy másik iskolát, és lényegében bejártad. Hát nem azt mondom, hogy az egész világot, de elég egzotikus helyeken voltál. Igen. Képzeld el, hogy a lelki oldalról közelíteném ezt meg, hogy alapvetően azt gondoltam fiatal turkevei gyerekként, hogyha nekem pénzem, szerelem és az álmom megvalósulna, hogy színész lehetek, akkor minden rendben lenne, ha ez meg lenne. És képzeld el, hogy 19 évesen, hát most számokat mondok, de csak azért, hogy érezd, hogy nekem a szüleim gyári munkások, birkanyírók. És a Madách Színházban 3 kiló körül kerestem 20 évvel ezelőtt. Ez azért fontos, mert mindaz, amiről úgy igazából álmodtam, a Váradi Vikivel éltem együtt abban a két évben, aki egyébként sajnos azóta meghalt, egy nagyon jó nevű Berecki Zoliékkal, Oroszlán Szonyáikkal végzett színésznő, és 30-akat játszottam. Tehát megvolt az, hogy volt pénz, volt színház, és volt szerelem. Képzeld el, hogy valamilyen oknál fogva alapvetően lelkileg nagyon nehéz időszak volt. Egy olyan időszak, ahol rengeteg olyan dologgal szembesültem, amit nem is gondoltam, hogy önmagammal én nem vagyok rendben, hogy pökkendő, agresszív vagyok, hogy valami marhár. Aztán persze visszanéztem a családomra, akiket nagy tisztelettel és szeretettel nézek most is, de vannak problémák. Nem tudtam mit kezdeni a hirtelen jött sikerrel. Nyilván az volt. Említetted, hogy milyen körülmények között éltél, vagy honnan jössz, meg hogy mik vannak a fölmenők. Kell, meg mit dolgoznak, és akkor hirtelen jön egy srác, 19-20 éves, 21 éves, itt találja magát Budapesten, minden az ölében hull, rengeteget játszik az ország egyik legjobb színházában, és akkor elhiszi magát. Nem volt valaki, aki azt mondta volna, hogy Olivér, akkor most egy kicsit figyelj oda magadra. Hát ez nagyon jó gondolat. Alapvetően azért a szakma, hogyha figyeli, vagy bármilyen színész kolléga hallgatja a műsort, azért én ott segédszínészként voltam felvéve, tehát kisebbtől esetleg jó lehetőségeket is kaptam. Kaptam nagy lehetőséget a Nyomorultakban, a Gellérthegyi Álmokat játszottam a Tolnai Szalomba, a Psóta darabbal, tehát voltak nagyobb szerepek, de alapvetően mindenbe be voltam rakva kis szereplőként is. Tömegeztél. Így van, igen, nem mondjuk már, ezt kikérem szépen, nem mondjuk már. Igen, de hát jó fizetett, kérem. Így van, minden darabban majdnem benne
voltam, és amit kellett, azt csináltál. Na, és akkor azt mutat, hogy itt lelkileg nem voltál önmagaddal rendben. Igen, és akkor itt jött a váltás, hogy akkor te elmész egy teológiai főiskolára, vagy hová? Hát nem tudom, mennyire szeretsz ilyenekről beszélni alapvetően, meg erről nehéz úgy beszélni, hogy ne mondják ki gondolatokat. Én úgy éreztem, hogy valami baj van velem, igen, valami baj van az élettel. Alapvetően azt gondolom, ha milyen egymás szemébe nézünk, és te is elgondolok, valami van, valami baj van az élettel, valami nincs rendben. És én úgy éreztem, hogy ez a fajta magányosság, hogy mi a célom, mi a létezésem lényege, vagy miért vagyok ennyire elcseszett, amennyire én voltam. Tudod, én olyan családból jöttem, ahol alapvetően a menekülés, ez talán a legegyszerűbb kifejezése a problémának. A menekülés nagyon része volt az életünknek. A szüleim nagyon fontos időpontokban döntöttek úgy, ami számukra aztán nem volt kifizetődő. Most így lehet mondani a legszebben az egészet. Próbálok erről nagyon tisztelettel beszélni egyébként ma már. De szóval én azt éreztem, hogy nekem szükségem van valamilyen változásra. De én azt éreztem, hogy szeretném tudni, hogy egyedül vagyunk ebbe a világba. Az van, amit te itt tennél az asztalnál, kikaparsz, hogy ó, sikerül ez a műsorod, akkor te, neked rendben van az életed, ha nem, akkor mehetsz a sülyeztőbe. Nem, vagy te egyébként egy kicsit nagyon filozófikus hallgatsz. Tehát, hogy persze így is meg lehet közelíteni az életet, meg kell azon gondolkodni, hogy akkor te most honnan még jöttem nem és hová tartok. De igen, de az ember elgondolkodik rajta, csak nagyon nem szabad belemenni ebbe, hanem azt kell nézni egyébként, hogy figyelj, fel kell reggel a nap, este pedig lemegy a nap, közben megcsinálod a kis dolgaidat, eszel egy jót, iszol egy jót, felhívod a csajodat, a feleségedet, a férjedet, akárkit, és aztán úgy tök jó az élet. Hát figyelj, ide el kell jutni, kérem szépen, ide el kell jutni. Nem, ez nagyon kevés embernek adatik meg. Úgy értem, hogy alapvetően szerintem a magyar embernek az egyik problémája az az önértékelési probléma. Az, hogy én érek valamit, az, hogy a dolgaim, amiket csinálok, azok értékesek, az, hogy alapvetően így van, az egy szuper dolog, hogy én fölhívom a barát. Ma már ezt tudom, hogy mit jelent. Akkoriban csak egy állandó szorongás és félelem volt rajtam. És ebből nem menekülés, hanem egy tök jó megoldás azt mondani, hogy van valaki odakint, aki gondol ránk. Ilyenkor kell kibeszélni, hogyha az ember lement a legaljára, és úgy érzi, hogy akkor nincs semmiféle út sem erre, akkor kell kibeszélni családtagokkal, barátokkal, barátnőkkel többször, addig, amíg az idegeikre nem mész, hogy akkor mi van, hogy van, merre van, és előbb-utóbb meg lesz a megoldás, vagy szakemberhez kell fordulni. Te pedig mentél akkor, és iskolát kerestél. Hát ez úgy volt, hogy én egy koncerten ültem, és azt éreztem, hogy engem a felsőbb erő, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani, megszólít, hogy hív engem, hogy jöjjek vele. És akkor tudod, ez ilyen nagyon-nagyon vallásosnak hangzik, úgy hangzik, hogy jó, akkor most te figyelj, akkor beszéljünk, mert tehát, tudod, ez a legyél már valaki, most focista voltál, színész vagy, most teológiára mentél, miért nem csinálsz valamit, ami tényleg te vagy? És nekem azt gondolom, hogy az életemet mentette meg, főleg utána, ha majd később beszélünk arról a problémáról, ami utána jött még, nekem az életemet mentette meg az, hogy én tudom, hogy van az életnek van egy csomó olyan része, amit nem én irányítok, és abba bízhatok, hogy aki irányítja, az kedvel engem. Meg kell tenni mindent, amit az ember meg tud tenni, aztán utána az élet majd úgy is alakítja az összes többit, ezt szokták mondani. Milyen iskolába mentél? Hol volt ez, vagy mi történt? Kaliforniában mentem egy teológia főiskolára. Ott végeztem egy Calvary Chapel Bible College Europe-ot. És akkor te teológus vagy? Teológus is vagy? Igen, még lenne egy-két vizsgám, de alapvetően így van, tehát nekem van egy teológia papírom. És akkor ott dolgoztál, mint teológus, vagy volt saját kis gyülekezeted? Tudod, a nagy színházaknál, vagy nem azt mondtam, tudod, ez is egy szín. A nagy egyházaknál ez ilyen papírformák szerint működik. A protestáns egyházaknál alapvetően te, hogyha a vezetőnek szimpatikus vagy, látja az életedben az elhívás, stb., akkor kaphatsz pozíciókat. Tehát, hogy én lelkész lettem, de nem azért, mert marhára igazából az jött a papír szerint, hanem igazából úgy gondolták, hogy én alkalmas lennék arra. Ez, hogy jó vagy rossz volt egy fiatal, 20-néhány éves fiatalnak, hogy egy 1000 fős gyülekezetben ott ilyen pozíciót vállaljon, arról lehet még beszélgetni.
megcsináltad, papírod van róla, vagy még egy-két vizsga hiányzik, úgyhogy félkész vagy ebből a szempontból. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tóth Olivér színész, ceremónia mester. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Tóth Olivér színész, ceremóniamester. Beszéltünk arról, hogy hogy lettél ceremóniamester, hogy hány első beszélgetésen vagy túl, meg hogy milyen feladatokat vállalsz magadra egy esküvőben, vagy egy esküvő szervezésben. Beszéltünk arról, hogy hogy lettél színész, vagy legalábbis hogy jutottál el a Színház és Filmművészeti Főiskola első hát felvételie helyett a Gornagy Máriához, és utána majd a Madách Színházban. Madách Színházból pedig, hogy mentél Kaliforniába, egy teológiai iskolába. Ott még egy-két vizsgát hiányzik, azt mondtad, viszont, hogyha azokat megcsinálnád, akkor minden rendben van. Hawaiion is voltál, tényleg? Igen. Oda miért, hogy? Hát figyelj, a hivatalos... Ha már Kaliforniában voltál, onnan már nincs messze. Még négy óra repülőgéppel. Képzeld el, hogy kettő nap, innen Budapestről 48 óra hossza volt Hawaii utazásban. Nagyon kemény. Figyelj, egy színiskolába jelentkeztem. Képzeld el, a neten lehetett David Cunningham, egy hollywoodi producer iskolájába jelentkezni, és egyetlen egy kritériumom volt az, hogy egy vicces és egy komoly videót küldje magadról. Most nekem annyi őrület történt az életem, hogy igazából csak elmesítem, hogy mi volt. Néhány napon belül visszajeleztek, hogy teljes tandíjmentességgel fölvettek az iskolába. Ezt így szeretem mesélni, de igazából az van, hogy nemzeteket akartak. Én voltam az egyik, vagy az egy magyar, aki jelentkezett, több mint 50 nemzet volt ott az iskolában, úgyhogy ez egy óriási lehetőség volt. Nekem menekülni egy picit az itteni helyzet elől akkoriban azért elég sok küzdelmes része volt az életemnek, és úgy éreztem akkor még, hogy válaszként a helyváltoztatás az tök jó újrakezdés jelentene, nem jelentett semmi változást, de azért kérem szépen voltam Hawaiion, színiskolában. Az mennyi idő tartott egyébként ott? Én összesen egy háromnegyed évet voltam. Hawaiion? Hol? Honoluluban vagy erre? Kona szigetén. Az a Big Island, a nagy sziget, tehát sok kicsi sziget van. Beszéltünk róla egyszer-kétszer, vagy legalábbis említetted, hogy igen, voltak ilyen nagy rácsodálkozások az életre, és kerested az utadat. És én is említettem valamikor egy háromnegyed órával ezelőtt, hogy egy csomó mindent lehet rólad olvasni. Az, amiben te belecsúsztál, és viszonylag sokáig benne voltál, de már lejöttél róla, most már minden jó, az is ennek köszönhető, hogy kerested a helyed a világban, vagy nem mertél szemben nézni azzal, aki te vagy? Ez egy betegség. Ez egy nagyon, nagyon nehéz téma erről beszélni, de igazából nem is nagyon szeretek ma már. Régen annyira nyilvános volt a probléma. Igazából a függőségről beszélünk. Annyira nyilvános volt, és én nem is tudtam megmondani, hogy kezdődött, hogy kerültem én bele, hogy telt el 10 év. Igazából a gyülekezeti élet után annyira próbáltam megfelelni ebbe a budapesti szakmai életbe, hogy sikerült egy 10 évet rácsúsznom mindenféle tudatmódosító szerepre. De lejöttél. Éjjjel. Na és azóta egyébként egy csomó helyen dolgoztál, többek között ugye a fővárosi nagycirkuszban is. Igen. Mit csináltál? Az egy kedvenc időszak volt. Képzeld el, hogy egy műsoron keresztül lehetett megnyerni ezt a pozíciót, és hosszú harc után. Én soha életemben kétszer-háromszor voltam előtte cirkuszban is. De nagyon szerettem azt a légkört, meg de jó lenne itt dolgozni meg. És képzeld, egy fél év múlva már én voltam a házigazdája a cirkusznak. Ez azt jelentett, hogy heti 11 vagy 8 előadás, 3 órás előadásokból zenés, interaktív, angol-magyar, humoros műsorvezetés, amit nagyon szerettem, mert nagyon más, mint a jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm. Nem ez, hanem lehetett bármilyen viccet, bármilyen humort belerakni. Vagyis porondmester voltál? Hát a porondmesterben még beletartozna maguk az eszközöknek a rendezése is, és az irányítása, hogy mit hova kell rakni. Van egy porondmester, és van egy műsorvezető. És ott a műsorvezető voltál igen. Akkor. Megvolt a fővárosi nagycirkusz is, és akkor utána hát föltűnsz, vagy föltűntél különböző sorozatokban is, ugyebár belekeveredtél a napi sorozatokba, és most nem a Szomszédokról beszélünk. Igen. Óriási lehetőségeket kaptam, és nagyon hálás vagyok érte. Alapvetően az éjjel-nappal Budapestben volt egy nagyon komoly szerepem meg a Barátok közben az utolsó néhány évben, és mind a kettő, vagy nagyon-nagyon különböző karakterek voltak. Az egyikben egy milliómos jó fiút játszottam, aki az a fajta karakter, amit a nők az álmaikba elképzelnek, aztán marhára nem úgy akarják, ahogy az úgy kinéz. Tehát igazából egy rossz fiú ellen kellett küzdeni egy jó fiú milliómosnak. Érdekes
karakter volt, aztán utána a Barátok között pedig egy biszexuális gonosz főszereplő voltam. Annak vége lett ugye vár, tehát hogy mind a kettőnek. Igen. Belekerültél, megcsináltad a szerepet, és aztán kiírtak belőle. Vége lett a szerepnek, tehát egy ilyen szezonális karakter volt, ami megvolt, hogy körülbelül egy fél év, vagy háromnegyed év lesz. És akkor most milyen aktualitások vannak az életedben? Majd beszélünk erről a bizonyos jótékonysági eseményről is, ami megtörtént már, de ezen túl színház, vagy színházzal kapcsolatos teendők vannak most? Így van, tehát ahogy mondtad, ez a függőség része az életemnek változott, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban van lehetőségem újra megbízhatóságot és kiszámíthatóságot sugározni így a szakma felé, ami egyébként azért nagyon fontos része a melónak. És most indul, tehát ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor most indul. Főleg céges műsorvezetések, ami nagyon rendszeres és része az életemnek. És most néhány, nem tudom, lehet-e mondani színház neveket. Alapvetően vannak a nagy színházak, és vannak kisebb színházak, amik nagyon jól működnek, például a Pódium, vagy a Cinkapanna, vagy a Spirit Színház, és ezeket nem véletlen említem. Ezekben a színházakban kapok lehetőséget, a Spiritet kivéve, ott még csak tárgyalások vannak. Úgyhogy indul, Harsányi Gabival beszélgetünk egyébként, nem tudom, hogy ő még tudja-e, de elvileg van egy régi darabunk, amit ő írt, és az a cím, hogy Börtönszínház, és egy két szereplős, nagyon-nagyon-nagyon jó darab, amit szeretne most lehet felújítani egyébként a Pódium. Ezek most vannak, vagy legalábbis akkor szépen lassan térsz vissza a színház világába, és az imént már említettem, hogy most a hétvégén történt egy jótékonysági esemény, amelyen te is ott voltál. Így van. Hát megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszak egyik legfontosabb pillanata volt. Azért, mert kétfajta embert ismerek, a nagyvonalú gáláns embereket, meg a spúrokat. És hogy mitől lesz egyik vagy másik az ember, az egy nagyon jó kérdés. És tudod, ma már azt kimondani, hogy figyelj, hagyjatok már engem békén, minden nap valaki kinek adni, hova adni, meg el vagyok foglalva a saját problémáimmal, és ebből kilépni néha, és találkozni egy olyannal, képzeld el, hogy egy anyuka, és egy nagyon komoly beosztású apuka, akiről megkérte, hogy ne beszéljünk a pozíciójáról, 4 lombik után született egy babájuk, ami egy komoly harc, először is szembesülni azzal, hogy nem lehet gyerekünk. Megpróbáljuk egyszerre a megtermékeny, nem sikerül, még újra, és végül megszületik egy baba, és utána pedig kapott egy nagyon komoly agydaganatot, most 8 hónapos a baba és az édesanyja kapott egy agydaganatot, megműtötték, és azt mondták, hogy 1 éve van hátra, mint ahogy alapvetően egy ilyen problémával általában az embereknek, és képzeld el, hogy van egy olyan módszer, egy német módszer, ami szerint ezt lehet valahogy kikerülni. Élnek emberek a mai napig is, beszélgetnek ezekkel az emberekkel ez a pár is. És képzeld el, hogy úgy döntöttek, hogy fölteszik az emberi kedvességre ennek a lehetőséget, és azt mondták, hogy segítsetek. És a gála est előtt jóval, már néhány nappal előtte meg lett a 30 millió forint, ami erre az egészre kellett. Mármint a kezelésre, ami Németországban. Így van. Németországban kezelés meg lett, és tudod, annak engem házigazdaként kértek föl, alapvetően beszéltünk több helyen erről rádióban, és számomra része lenni annak, hogy emberek összefognak, és éppen ez óriási volt. Voltak fellépők egyébként a Duma Színházból, Csillagszületikes nyertes volt ott, aki énekelt, és marha jól éreztük magunkat, nagyon szuper volt. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot. Köszönöm szépen. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Tóth Olivérrel, színész és ceremóniamester. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszontlátásra.